Bár a futószezon már évek óta egyre korábban kezdődik, mégis Budapesten az igazi nyitány a tavasz köszöntő Tejón Vivi Csitta városvédő futás, amely olasz ötlet nyomán, neve is erre utal, Viva Csitta, éljen a város, 1986-tól honosodott meg idehaza, és az elmúlt negyed század alatt töretlen a fejlődése. Több mint egy évtizede vidéki városok is bekapcsolódtak. Idén, egy héttel a pesti rendezvény előtt, Szeged és Kaposvár csatázott a vidék futó fővárosa címért, ott 10 illetve 13 ezeren húztak futócipőt. A hősök terén pedig több mint 15 ezer futó készülődött az 5 táv 6 rajtjának valamelyikére. Neked az első futóversenyed lesz? Teljesen legelső versenyem lesz. Ki beszélt rá? A család. Úgy éreztem, hogy most már, hogy párommal együtt vagyunk több mint 2 éve, hogy így harmadik alkalommal már nekem is be kell, hogy kapcsolódjak. Téged mi vonz egy ilyen rendezvény? A hangulata. Szeretek futni, szeretek sportolni, egészséges életmódot folytatok. És miért pont ezt a távot választottátok? Itt igazán nagy a választék ezen a napon. Ez kihívás is egyben, és le is tudom futni a 6,5 kilométert. 2002 óta futunk, de úgy, hogy évente így egyszer. Egyébként a Nikinek is, ő egyébként a lányom, és a családot úgymond megfertőztem ezzel. És hát a hangulat miatt, nagyon-nagyon jó a hangulata, mert ugye otthon is lehet futni esténként, de az azért nem ugyanaz. Mennyire számít a társaság az, hogy együtt vagytok egy ilyen rendezvények? Nagyon számít szerintem, mert ugye mindenki kijön futni, és hogy együtt vagyunk, és hogy nevetünk, vidámak vagyunk, minden nagyon számít szerintem. Egyedül én nem tudnám lefutni igazából. Le tudnám, csak mégis jobb, hogy így jönnek mellettem, ritmus, hangulat, nevetünk, nagyon fontos. Nagyon jó volt, nagyon jó esett, jó az idő, nem fújt közben, azt hiszem, hogy a tömeg felfogta, fantasztikus volt, jó volt kint futni. Nagyon picit lemaradtam, de csak másfél perccel, úgyhogy beérkeztem, de az első alkalom fantasztikus volt, szerintem jövök jövőre is. Miért pont a 6,5 kilométert választottad a Vivi Csitta? Hosszú kihagyás után kezdtem újra futni, ez e hónap elején. Úgyhogy még gyenge vagyok. Szeretem a versenyeket egyébként. Hát erre mindenképp eljövök. Még megyek a 3,5-re is. A 3,5 kilométeres mini csittán olyan sokan voltak, hogy 2 rajtot is indítottak. És még 2 betétszám, a 600 méteres családi futás és a 3,5 kilométeres gyaloglás is megtöltötte a teret. Most megmozdulnak sokan a városvédésért, mert kitaláltunk valamit, amivel lehetne segíteni, hogy esetleg egy valamit meg lehetne csinálni egy ilyen versenyhez kötve. A várban egy kevesek által ismert, nagyon érdekes napórát föl lehetne újítani, és aki ma elindul ezeken a versenyeken, az végül is hozzájárulhatna ennek a napórának a tatarozásához. A résztvevők is lehetnek szponzorok. Nagyon jó volt. Futottál már korábban ilyen hosszút? 3,5 kilométer? Hát nem annyira még. Az első volt most, de nagyon jó volt. És végig is futottatok valóban? Végig teljesen. Persze. Szokott biciklizni sokat, úgyhogy simán bírta a futást. Örülök neki. Legközelebb is jövünk. Nagyon sok gyereket megelőzt? Sokat. Körülbelül ilyen 4-5 ott a fáknál. Ott nagyon sokat előzünk meg. Felnőtteket is. De gondolom azért, mert vagy a hátán volt az egyiknek a kisbaba, vagy pedig mellette. Te is végig gyalogoltad a Vivi Csittát, úgyhogy a gyaloglást választott. Volt egy-két megkeresés, aminek eleget kellett tenni, és futás közben az nehéz lett volna, úgyhogy ezért inkább a gyaloglás mellett döntöttem. Nagyon jól esett. Kicsit szél van mondjuk, de nagyon-nagyon kellemes volt az a séta itt a Városligetben. Szoktál ennyit gyalogolni? A hallásra többnek tűnik, mint amennyi így utólag. Úgyhogy azt mondom, hogy szoktam ennyit szerintem, sőt lehet, hogy még többet is.
nálunk volt először, szombaton múlt héten megrendezve a Vivicitta futás. Soha előtt annyian vidéki városban még nem voltak, több mint 10 000 futó volt. Hát óriási élmény volt végignézni a szegedi rakparton, hogy hömpölyög a tömeg. Világsztárokkal, Natasával, Vajda Attilával, Erdély Zsolttal lőttük el a rajtot, óriási élmény volt. Ez így van, és ugyanúgy, mint Miklóséknál Szegeden, Kaposváron is a város abszolút mögénk állt. Tehát igazából nem ketten szerveztük ezt a futóbárbajt, hanem egy nagy stáb, egy nagyon jó csapat állt mögöttünk, akik ezt segítették. És akkor robbant a bomba, illetve hát nagy durranás volt a Kaposvár is, hiszen 13 000 208 induló volt, hihetetlen jó hangulatban, mosolygó arcok, tehát gyakorlatilag 23 000 mosolygó arc, kipirult arc, csodálatos volt. Igazából mi, amikivel találkoztunk már pesti Vivicitán, és nekünk azt mondom, hogy ez egy nosztalgikus találkozás, tehát mi el szoktunk ide jönni, családostul, barátostul, és tegnap este is elmentünk vacsorázni, tehát egy jó hangulatban együtt töltjük, ennek már hagyománya van. Távol lakunk egymástól, és mégis közel vagyunk egymáshoz. Azon indulunk a futáson, 11:40-kor futunk egyet a Ricsi barátommal. Ezzel kezdem mindig a futó évadot, ugyanis hát ez a tavasz első futása. Már az első Vivicitán is itt voltam, és azóta, ha tehetem, akkor mindig itt vagyok. Most melyiket választottad? Hát természetesen a félmaratont. Bár az lenne az ildomos, hogyha a 12 a klasszikus Vivicita, de hát, hogy van ez a lehetőség, kihasználom, úgyhogy a félmaratonon indulok. A 26. Téhon Vivicitta 11,2 kilométeres távja mellett idén újdonságként félmaratont is lehetett választani. Így a jobban felkészültek Budapest még nagyobb részét csodálhatták megfutva, miközben élvezhették a két táv találkozásánál a zenészek játékát, és igazi tavaszi futóhangulatban érhettek célba. Mennyire vált be a félmaraton Vivicitta stávnak? Nagyon jó volt, 2 órán belül. Szerettük volna, sikerült is, 2 órán belül. Mivel újdonság, ezért igazából minden olyan táv, ami új, és az ember nem ismeri, az érdekes. Volt olyan szakasz a pályának, lent a Dunaparton, amit érdekes módon én korábban nem vettem észre, nem figyeltem fel rá, inkább ezt mondanám. Ott a Parlament környékén át lehetett látni a várra, és az ott nagyon-nagyon szép volt, és a fények meg minden, úgyhogy szép volt. A nagyobbik fiad már maratont is futott, és most a kisebbik félmaratonon debütál. Ez így igaz, fantasztikus fogyás és felkészülés után ez az első félmaratonja. Nagyon kellemes volt is. Tényleg ez a fogyásom megkoronázása és első félmaratonként nagyon jó volt, és még 2 órán belül is sikerült, úgyhogy tökéletes volt. Ez egy remek kezdeményezés, hogy tavasszal lehet a Vivicitán félmaratont is futni. Aztán nagyon népes mezőny is gyűlt össze, úgyhogy végig akikkel futottam, nagyon-nagyon jó hangulat volt, soha mosolygós emberrel, ez egy nagyon jó verseny volt. Mama, see them, let's go.